Eszterházy Podcast. Ez itt ismét az Eszterházy Podcast. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Dr. Kollát Zoltán, a fizika tanszék egyetemi tanára a vendégem. Én Zentai László vagyok. Köszöntöm, professzor úr. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Van-e összefüggés a kialvatlan emberek milliói és azon tény között, hogy a rovarok tonnaszámra pusztulnak? Hát rögtön az elején ítéletet hirdethetünk, hogy van. És még nagyon sok minden összefüggést feltárt, például az egyetem kutatói által végrehajtott, illetve nemzetközi partnerségben végrehajtott EFOP projekt, amely a fényszennyezéssel foglalkozott. Nemzetközi szintérben vizsgálták a fényforrások jellegét, a fényszennyezés hatásait. A program 2021 végén zárult, itt az egyetemen, a líceumban tartották az eredménybemutató eseményt, ahol nagyon sok érdekességet és tudományos eredményt mutattak be. Ön volt ennek a projektnek a szakmai vezetője, így most a legautentikusabb forrásból, első kézből értesülhetünk, hogy hogyan is zajlott ez a projekt, hogyha nagyon röviden dióhéjban kell bemutatni, mik voltak a sarokpontjai, kik voltak a partnerek, és mi volt a cél? Igen, tehát a projekt az konzorciumi szinten működött, három egyetem vett részt benne, többségüknek már csak a lánykori neve az, amivel elindultunk. Úgy mondom, hogy Szombathely, Kaposvár és Eger szerepelt, a végén ELTE, MATE, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néven szerepelünk már, és egészben épp az volt a cél, hogy minél több embert összehozzunk, mert a fényszennyezés az egy olyan nagyon multidisziplináris téma, nagyon sok mindenhez kapcsolódik. Szükség van akár csillagászra, fizikusra, villamosmérnökre, biológusokra, tehát gyakorlatilag a természettudomány teljes egésze felvonul akkor, amikor elkezdünk gondolkozni azon, hogy mi is a fényszennyezés, hogyan jön létre, és milyen hatásai vannak. Hihetetlenül érdekes volt például számomra azt hallgatni ezen az eredménybemutató rendezvényen, hogy egy konkrét eredmény, hogy született egy új tudományos mértékegység, amelyben aktív szerepe volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek. Mi ez a mértékegység, és mit mutat, mire jó? Igen, érdekesség, hogy épp nemrég tartottam egy előadást egy világításteknikai konferencián, azzal a címmel, hogy csak mértékkel. Amiben benne van két dolog, hogy mértékre van szükségünk, mértékegységre, metrikára, ahhoz, hogy meg tudjuk valamiről mondani, hogy az sok vagy kevés. És hogyha már meg tudjuk mondani, akkor mondhatjuk, hogy csak mértékkel kellene világítani, mert hogyha többet világítunk, akkor baj lesz. De ezért volt fontos dolog az, hogy egy kicsit elmenjünk abba az irányba, hogy tényleg meghatározzuk, hogy hogyan érdemes mérni, hogyan érdemes megadni a fényviszonyokat. Nagyon sok mértékegység van, ami a fényhez kapcsolódik, aki fényképezéssel foglalkozik, vagy kijelzőkkel, luxokról, kandellákról már hallottunk, de az nagyon az emberi szemhez, az emberi látáshoz kapcsolódik, és nem is mindig működik. Amikor mi mérjük a fényszennyezést, és én úgy is, mint csillagász, számunkra az is érdekes, hogy milyen az égbolt állapota. És hát ahol nincsen semmi fényszennyezés, ott nagyon sötét van. Speciális viszonyok vannak, és ezekre a körülményekre nem alakul ki a mérési technika, illetve az, hogy mi az, amiben érdemes mérni, illetve mik azok az eszközök, amiket tudunk használni a mérésre. Hát sokszor szegény ember módszereire kell gondolnunk, mert ha nincsen semmi, akkor nekünk kell kitalálni, vagy fel kell használni olyan eszközöket, amik már megvásárolhatók. Ilyen például jelen esetben a fényképezőgépek, azok már nagyon érzékenyek, és hogyha megfelelően kalibráljuk őket, akkor használhatók mérésre is. És akkor így jött végül is össze az, hogy a meglévő eszközökre, illetve hát sokkal bonyolultabb és komplikáltabb eszközökre, amikkel már az égboltnak a színképét, tehát a színi összetételét tudjuk vizsgálni, abból jöttünk rá bizonyos összefüggésekre, hogy milyen is a természetes égbolt, hogyan lehet jellemezni, és akkor ehhez sikerült illesztenünk egy olyan mértékegységet, ami bízunk benne, hogy nemzetközi szinten javaslatként tényleg használni fogják, például az obszervatóriumok égbolt minőségének a meghatározására. Hogy hívják ezt a mértékegységet? Hát nagyon egyszerűek voltunk, mert lehetne mondani egy olyat, hogy nanowatt per négyzetméter per steradián per nanométer, de senkinek nem mond semmit, tehát ilyen káromkodásokat nem szeretnénk mondani. Hogy leegyszerűsítsük, hogy minél könnyebben bárkinek elmondhassuk ezt, elneveztük sötét égbolt egységnek, az angol rövidítésnek megfelelően egyszerűen DSU egységnek, és azért is szeretjük mi ezt az egységet, mert hogyha a természetes égboltot nézzük, hogy az milyen, ahol nincsen semmi fényszennyezés, akkor ebben az egységben az olyan 2 és 3 között van, tehát egy ilyen egyszerű szám. És akkor rögtön, ha valahol azt mondjuk, hogy itt ez 30, vagy 300, vagy 3000, akkor tudjuk, hogy hányszorosára növekedett meg az égbolt fényessége, ahhoz képest, mint amilyen természetes módon lenne. Sötét égboltot
említett, és csodálatos fotókat is készített a természetet járva. Kiállítást is láthattunk a líceumban. Szintén ide kapcsolódik ehhez a kutatási területhez, és mint csillagász nyilván talán egyfajta szerelem is az égbolt. A fotók kapcsán, illetve az előadásából is jött egy szinte költői kifejezés, hogy a sötét égbolt új lenyomata. Mit jelent ez, és miben segíti a tudományt? Tehát ön mit vizsgál, amikor azt mondja, hogy a sötét égbolt új lenyomata? Igazából, amikor magyarul beszélek, akkor én jobban szeretem a csillagos égboltot használni. Uh-huh. Angolban a sötét égbolt terjedt el, de például a németek sem szeretik a sötét égboltot, inkább ők is a csillagos égboltnak megfelelőt használják, mert náluk is a sötétnek van egy kis pejoratív értelme. Uh-huh. Igen, erre majd rá is akarok megkérdezni, majd ne feledjük. Igen. Igen, tehát itt jön be az, hogy ha tényleg a szép csillagos égboltot nézzük, vagy azt azon gondolkozunk tudományos szempontból, hogy az milyen és milyen színű lenne, hogyha láthatnánk, akkor sok érdekes kérdést feltehetünk, például az, hogy tényleg miből tevődik ez a fény össze, amit a égbolton látunk olyan helyeken is, ahol semmi mesterséges fény nincsen. Mert a legsötétebb helyszíneken sincsen teljesen sötét. És hogyha ezt szeretnénk megérteni, különösképpen azt, hogy ez állandó változásban van. Tehát anélkül, hogy mesterségesen beleavatkoznánk az éjszaka rendjébe, akkor is állandóan változik, egyszer fényesebb, egyszer egy kicsivel sötétebb, és ehhez nagyon fontos tudni azt, amit már említettem is, hogy a szín összetétele, a spektruma milyen az égboltnak. És hát szerencsés módon ezt már nagyon jól mérni tudjuk, épp a pályázatnak köszönhetően van egy olyan eszközünk, amivel ezt nagy pontossággal tudjuk még éjszaka a legsötétebb helyeken is mérni, sőt, még akkor is, amikor teljesen borult az égbolt. És hogyha megnézzük ezt a színkép összetételt, akkor észreveszünk, hogy abban vannak jellemző dolgok, például az oxigén világít valahol a zöldes tartományban, ez egy nagyon keskeny rész a színképből, egy helyen a vörös tartományban, illetve néha a nátrium is világít, meg ezen kívül még vannak valamik. Tehát, ha új lenyomatra gondolunk, akkor az, hogy van valahol egy szélesebb tartomány, amit az emberi szem lát, és azon belül találunk egy-két keskeny sávot, ahol világít természetes módon az égbolt, és akkor ezt tudjuk, hogy ez a természetes égbolt. És hogyha nincs olyan szerencsénk, hogy olyan helyen vagyunk, ahol semmi fényszennyezés nincs, hát sajnos Magyarországon, ha megnézzük az csillagos égbolt új lenyomatát is, akkor abban az új lenyomatban ott vannak a nátriumlámpák, ott vannak most már a ledek, a kompakt fénycsövek, és ebből az új lenyomatból, amit az érzékeny műszerrel rögzíteni tudunk, abból szépen szét tudjuk választani ezeket a különböző komponenseket. Hát itt bejön az a tudósok kristályműszere, ami nagyon szépen a versben is el lett mondva. Ugyanarról van szó, és csak egy érdekesség, hogy régen a költők között voltak olyanok, akik kortárs módon ráéreztek arra, hogy a színkép elemzés az milyen fontos volt a csillagászatban. És igaz, hogy más irányba ment el a vers, de ezt valamiképpen megfogalmazták. Ugyanott vagyunk most is, hogy most éppen nem a csillagokat nézzük, hanem a földi légkört vizsgáljuk ugyanúgy ezekkel a idézőjelben kristályműszerekkel. Igen, és hát valóban csodálatos, akkor úgymond a természet sötétségének a fénye, ha lehetek ilyen borzasztóan képzavaros, de tulajdonképpen erről van szó, tehát 100%-ban soha nincs sötét a természetben sem. De mi van akkor, amikor ugye közeledünk az emberi civilizációhoz, és erre is rámutatott a projekt, mi a fénynek a veszélye? Valóban úgy gondolkodik főleg a magyar ember, hogy igen, a sötét az egy pejoratív, a sötétség ellen küzdünk, és hát a fény a barátunk. Egyébként Goethe is azt mondta, hogy több fényt utolsó szavaival. Tehát, hogy mi a baj a fénnyel? Ha a fény szóhoz azt kapcsoljuk, hogy szennyezés, az már pejoratívvá teszi, olyan, mintha azt mondanánk, hogy valami nagyon sötét. Amikor én ott ültem ezen a projektzáró eseményen, ahol elhangzottak sorra az eredménybemutató előadások, akkor egyre inkább az világlott ki belőlük, hogy a sötétség lenne igazából a barátunk, nagyon sok mindenben segít. Közelítsünk most egy kicsit akkor a civilizációhoz, tehát a természet fényeit megnéztük, a természet sötétségét. Mi a helyzet az utcán, a köztereken? Természetes világítás, illetve mesterséges világítással találkozunk, viszont annak sem a mértéke nem mindegy, ahogyan ön is utalt rá, sem a minősége. Mit állapított meg a projekt? Mit érdemes tudnia a
közembernek is erről. Igen, igen. Hát ezt már számtalanszor tapasztaltuk, nem csak a fénnyel kapcsolatban, hanem ha sótlan az étel, akkor az az egészségünknek sem tesz jót, tehát van sóra szükségünk. Van, hogyha túl sokat fogyasztunk belőle, akkor az egy probléma. Ugyanígy van ez a fénnyel is. És a fénnyel plusz egy érdekes dolog, hogy a fénynek megvan a napi, havi és az éves ritmusa. És gyakorlatilag az élőlények itt a Földön ehhez a ritmikus fényváltozáshoz alkalmazkodtak. Ugyanígy ez megvan az emberekben is. És az az érdekes, hogy gyakorlatilag minden élőlényben sejt szinten megvan egy belső óra, tehát majdnem, hogy minden részünknek van egy belső órája, amihez valahol tartozik egy mesteróra a szervezetünkben, és ezt a mesterórát, ezt a fény változása állítja be mindig úgy, ahogy működnie kell. Hogyha beavatkozunk a környezet fényviszonyaiba, akkor ez zavart okozhat ebben a mesterórában. Ezt sokan ismerik, akik messzire utaztak már repülőgéppel, hogy hiába van ott sötét éjszaka, de nem tudnak aludni. Hát igen, mert ez a mesteróra jár valamilyen ritmussal, és hát amennyiben arra mentünk órában kávé, annyi nap alatt fog majd átcsúszni arra a tartományra. Sajnos manapság már nem kell elutaznunk repülővel Amerikába, hogy ez a mesteróra kizökkenjen, hanem elég az, hogyha túl sok fény van a környezetünkben. És hát ennek az egyik folyománya az az, hogy bizonyos hormonok, elsősorban a melatonin hormonra gondolok, nem fog termelődni éjszaka, amikor egyébként termelődne, nem csak akkor, hogyha akkor van fény, amikor aludnánk, hanem lefekvés előtt. Sokan tudják, mert már a telefonokon is van olyan üzemmód, ami egy kicsit átállítja a kijelzőt, hogy más legyen. Ennek épp ez lenne az oka, hogy amikor este sokáig erős fény, menézünk különös, hogyha abban sok a kék komponens, akkor ebből problémák lesznek. Uh-huh. De nem csak az ember számára, hanem az egész élővilágban, tehát a rovarvilág az, aminél óriási problémák vannak, és manapság egyre többen mondják azt, hogy az, amit most sajnos megfigyelhetünk, hogy eltűnnek rovarfajok. A biológiai változatosság az megsínylette az utóbbi időszakot, a civilizációt megsínylette. Egyre többen mondják, hogy a fény az, ami jelentős szerepet játszott ebben. És hát itt nagyon érdekes dolog, amivel a pályázaton belül is foglalkoztak a biológus kollégák, hogy az éjszakai megporzás az egy nagyon fontos dolog a virágok esetében. Hiába gondoljuk azt, hogy napközben döngicsélnek ott a méhecskék, de nagyon sok olyan kutatás eredmény van, ami azt mondja, hogy ha éjszaka nem járnak a rovarok, nem járnak azért, mert a fények elcsábították onnan, ahol épp azok a virágok lennének, akkor már az a virág nem fog úgy nektárt termelni, és amikor nappal megy a méhecske, már akkor sem lesznek olyan ideálisak a körülmények. Tehát ez a fény természetes ritmikájának a megzavarása, az gyakorlatilag az egész élővilágot érinti, és hát sajnos ez nagyon sok esetben nem a jó irányban. Ritka az, amikor vannak olyan élőlények persze, akik kihasználják a fényeket, hogy ott kerengenek a rovarok, akik gyakorlatilag egy kelepcébe kerültek, mert nem tudnak onnan elmenni. Vannak denevérfajok, amik ezt épp kihasználják, de vannak olyan denevérfajok, akik meg megint csak a fényben már nem érzik olyan jól maguk. Igen, a professzor úr is említette ezt, illetve Hortobágyi Nemzeti Park is beszámolt arról, hogy tényleg felszorozva a fénycsapdákba ejtett rovarok számát, ugye a különböző fényhőmérsékletek és fényforrásokat nézve, hát bizony, nagyon sok közvilágítás, hogyha azt felszorozzuk, annak a minőségét és számát országos szintre, akkor éves szinten is több tonnányi rovar tűnik el a természetből. És egy másik példára utalnék, amit professzor úr mondott, ez egy vasúthoz közeli gyaloghíd, túlvilágított gyaloghíd példája volt. Hogy is volt ez egészen pontosan? Mert egyáltalán nem egy életszerűtlen példa volt, vagy nem az életből kiragadott, hanem ha mondjuk késő este érkezem egy vonattal, akkor történhet velem valami, úgyhogy észre sem veszem. Igen, igen, tehát sajnos extrém példákat lehet találni. Ez a vasút fölött átívelő gyalogos és kerékpáros híd, ez a fényszennyezés állatorvosi lova, mert amit el lehetett rontani, ott mindent elrontottak lényegében, kezdve azzal, hogy éjszaka kellős közepén teszem azt 3 órakor, 50-szer olyan mértékben meg lett világítva az a híd, mint ami szabvány szerint elegendő lenne ahhoz, hogy gyalogosra
keresztül menjünk. 50-szeresen. A másik probléma pedig az, hogy olyan szín összetétele van, itt a színeknek nagyon nagy szerepe van, ami megint csak az extrém, tehát jóformán majdnem, hogy kékesen világít, és a melatonin hormont emlegettem, aminek a szabályozásában az éjszakai sötétnek nagy szerepe van. Pont ez a kék tartalom, ami leginkább rosszat tesz nekünk ebből a szempontból. És akkor itt, hogyha mértékről van szó, ha csak mértékkel, hát itt a mértéket, amikor végignéztem, gyakorlatilag az jött ki, hogyha valaki ott elmegy a kedvesével sétálgatni, és megállnak ott, és 15 percet ott vannak a hídon, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy olyan expozíciót kaptak ebből a kék fényből az esteli órákban, hogy utána nem biztos, hogy tudnak aludni. És ez nem csak az a probléma, hogy nem tudnak jól aludni, ez az egyik dolog, de maga a melatonin hormon, az egy nagyon fontos hormon a szervezetben, nem csak az alvásunkat segíti, hanem teszem az bizonyos daganatos megbetegedéseknél, segít abban, hogy a spontán keletkező rákos sejtek, mert mindenkiben keletkeznek, de ha megfelelően működik a szervezet, akkor ezek eltűnnek. És bizonyos esetekben épp ez a hormon, amelyik fontos szerepet játszik. Fontos szerepet játszik a keringés szabályozásában. Ez megint csak nem az én területem, csak ahogy a kollégáktól megtanultam, hogy mire kellene itt odafigyelni. Tehát gyakorlatilag ezzel az emberi egészséget veszélyeztetjük, amikor ilyen rosszan világítunk valahol. Igen, mert ahogy hallottam, hogy a melatonin termelődik, tehát ezt a szervezetünk teszi, azt a fénnyel igazából akadályozzuk, vagy igen, lassítjuk, igen, vagy visszafogjuk. Egészen közvetlen hatása van a szervezetünkre. Jöjjünk kicsit még közelebb, ugye a természetből megérkeztünk a városokba, vagy egy kivilágított vasúti felüljáróhoz, vagy az utcához. Mi van otthon? Már erről professzor úr pár mondatot mondott, hogy ugye tableteket, telefonokat nyomogatunk alvás előtt, de hát egy kicsit azért még sorolnám. Esti munka, főzés másnapra, olvasás lefekvés előtt lámpa mellett, vagy e-book olvasóval, meccs, kedves sorozat, még egy jó film éjfél előtt, amiben esetleg beleszundítunk, meg hát arról nem beszélve, hogy egy leadandó pályázat, egy dolgozat befejezése még az ágyban ülve az önünkben a laptoppal. Ez mind tilos lenne elvileg, ugye? Tehát vagy mértékkel, tehát valamiképpen kordában kellene tartani, és hát itt az emberek oktatásában is nagyon fontos lenne az, hogy tudjanak erről. Teszem azt olyan szinten is, hogy nem mindegy, hogy mivel világítunk. Manapság sok mindent rátesznek már egy fényforrásra, egy LED lámpára, hogyha bemegyünk a bolton, sok minden van rajta. Most épp megváltoztak ezek az energiabesorolások is, egy kicsit új lett, és hát vannak rajta olyan mennyiségek, amikről senki sem tudja, hogy micsoda, mert oda van téve, hogy CCT, ami a korrelált színhőmérsékletnek a rövidítése, és van mellette valami szám Kelvinekben megadva, amit az emberek többsége nem tudja, hogy hova tegye, mert az iskolában nem hallott erről. Én ezt, amikor tanároknak valami hasonló van, mindig elmondom, hogy ezt most már tanítani kellene a gyerekeknek is, hogy amikor vásárolnak, akkor tudják, hogy miről van szó. Értsék azt, ami rajta van azon, amit ők akarnak megvenni, mert nem mindegy, hogy az egy 4000 kelvines színhőmérsékletű fényforrás, vagy egy 3000, vagy egy 2700. Vagy melegebb fényű, melegebb fényű. Tehát a melegebb fényű az, amiben kevesebb van abból a kékből, amit kitaláltak. És persze ráadásul itt van legutóbb, amit emlegettem, a mértékes előadás, mert épp azt mondom, hogy ez a színhőmérséklet, ez a lehető legrosszabb, amit tehettek az emberekkel, mert nem tudják, hogy miről van szó, és nem is az a legjobb, tehát a helyett is lehetne jobbat mondani. Teszem azt, én úgy idézőjelben úgy mondtam, hogy azt kellene rájönni, hogyha ebbe a lámpába 15 percen keresztül, vagy egy órán keresztül bámulsz, akkor utána nem tudsz aludni. Tehát ez lenne egy mérték annak, hogy mi az, ami jó vagy nem jó, mert sok mindentől függnek ezek a dolgok. Igen, tehát akkor ezért otthonainkban, mondjuk egy nagy forgalmú helyiségbe, egy konyhába, egy nappaliba érdemes egy melegebb fényű ledet választani, igen, mindenképpen. Igen, igen, és amikor már nincsen szükség arra nagy mennyiségű fényre, tehát nem még akár apró betű szöveget olvasunk, vagy valami hasonlót, akkor arra a szintre kellene visszavinni, és olyankor meg különösen, tehát hangulatban is, ugye amivel először világított az ember, az valamilyen fákja, tűz, a gyertya, tehát az a meleg fény. Tehát én sokkal jobban örülnék annak, hogyha a késő esteli időszakban ilyen narancssárgás fény lenne a környezetem.
szemben. Egy rövid dologra még rá kérdeznék, nem akarom túl hosszúra nyújtani, de ugye vannak olyan eszközök is, most már az okos otthonokban, a műszaki eszközökkel felszerelt otthonokban, ugye egy-egy standby lámpa, vagy például, amire felfigyeltem, az a routernek a folyamatos zöld villogása, és akkor még egyéb eszközökről nem beszéltünk, vagy éppen a külső beszűrődő közvilágítás. Ezek ellen úgy kellene védekezni, hogy amennyire csak lehet a teljes sötétségre törekedjünk alváskor, mondjuk egy gyerekszobában, vagy akár a hálószobában? Hát én azt mondom, hogy célszerű lenne a teljes sötétségre. Ez mondjuk egyedi érzékenység is lehet. Például én, amikor egy olyan szálláshelyen vagyok, ahol ott a tévé, különösen, hogyha azon egy ilyen kék standby lámpa, vagy én kiszoktam húzni a konnektorból, mert sajnos ezeket máshogy ki sem lehet kapcsolni. Igen, vagy éjjeli óra például, jó nagy vörös számokkal, vagy fehérrel. Hát a vörös az még jobb, tehát a vörös az, ami legkevésbé zavar. Tehát én például én szeretem azt, hogyha van egy olyan óra, aminek van egy kis gyenge vörös szám, mert azt felnézek és látom. Egyből látja akkor, az ember. Hogyha most felébredek és elkezdem keresni a telefont, vagy bármit bekapcsolom, akkor sok idő eltelik. De ez már más kérdés. Igen. És hogyha visszatérünk a gyerekekre, tehát különösen ott én azt ajánlanám, hogy a gyerekek születésüktől fogva nem félnek a sötétségtől. Tehát ez később nevelik bele valamiképpen, hogy félni kell a sötétségtől. Jó, valószínűleg van benne, valahogy belénk is van egy kicsit ez kódolva, akkor, amikor még nem ilyen biztonságos helyen éltünk, hanem az ilyen-olyan tigris vagy bármot volt a környéken, de igazából nem kell félnünk a sötétségtől, és eredendően nem is félnénk a sötétségtől, de valahogy érdekes módon kialakul ez, hogy a gyerekek elkezdenek félni a sötéttől, hát azért, mert egyszer bekapcsolnak valamit, a mamának is egyszerűbb, hogy ott van egy ilyen kis lámpa, ami egy nem sok fényt ad, de valami derengő fényt ad, hogyha máshogy hallja a gyermek hangját, akkor meg akarja nézni, de mivel ezek folyamatosan világítanak, akkor a gyereknek is természetessé válik az, hogy ott van valami fény, és akkor erről lesz igénye, pedig igazából neki sokkal jobb lenne az, hogyha sötét lenne. Tehát ha aludni kell természetes módon, ahogy kialakult az élővilág, ahogy az ember hozzászokott a földi viszonyokhoz, az éjszaka az, ha nem is olyan tökéletesen sötét, mint benne egy barlangban, de az eléggé sötét, és ahhoz lenne jó magunkat tartani. Igen, hát egy biztos, hogy én a projektzárón részt vettem, és az ott elhangzottak alapján a legkisebb kisfiam 3 éves, addig folyamatosan világított mellette a sólámpa, éjszakára meleg fényjel ugyan, de pontosan a kiságy mellett, azóta én azt mindig lekapcsolom, úgyhogy egy embert már megnyertek, talán a kisfiam is kipihent ebben ébred. Egy utolsó kérdésem lenne még pedig az, hogy a projekt folytatása, vagy ha nem is a projekt közvetlen folytatása, hanem a szakmai csapat egybentartása és a felhalmozott tudás, az eredmények felhasználása. Ez egy elég bíztató fordulatot vett az egyetemen, hiszen, ha jól tudom, megalakult egy kutatócsoport. Kikből áll ez, milyen céllal jött létre, és milyen területeken tudják a tudományos eredményeket felhasználni, esetleg szolgáltatni? Igen, tehát tényleg így van, hogy a természettudományi karon megalakult a világítási környezet kutatócsoport, aminek a fő célja az az, hogy egyrészt az eredményeket tovább vigyük, illetve alkalmazzuk azt az információt, azt a tudásanyagot, azokat az eszközöket, amiket sikerült összehoznunk, felépíteni ez alatt az idő alatt. Hát jelenleg még kevesen vagyunk, de ez nem csak egy ilyen lokális csoport, hanem itt folyamatosan azt szeretnénk, hogy a eddig megismert partnereinkkel, elsősorban külföldi, de hazai partnereikkel is tovább vigyük ezeket a kutatásokat. Ezek a munkák folynak, tehát rengeteg tervünk van, ilyen érdekes dolgok is, amit emlegettük itt a csillagos égboltot, hogy hol van sötét, sikerült feltérképeznünk egy helyszínt, ahol gyakorlatilag kevés a fényszennyezés, abból szeretnénk egy európai referenciapontot létrehozni német, osztrák, spanyol, görög kollégákkal közösen. Ha valahol felmerülnek kérdések a világítás kapcsolatban, akkor abban is szívesen tanácsokat adunk, illetve hát a hazai védett területeknek a fényszennyezettség állapotát azt folyamatosan monitorozzuk. Nem a pályázathoz tartozik közvetlenül, de Magyarország a csillagos égbolt parkok létrehozásában elől jár. Ezeknek a helyeknek megint csak mi végezzük az ellenőrzését olyan szempontból, hogy minden megmarad olyan szinten, olyan jó állapotban, ahogy azok az elinduláskor voltak. Tehát munkánk az van, tehát arra nem panaszkodunk, hogy nem tudunk mit csinálni, és hát szerencsére megvan most már nemzetközi szinten is az a szakmai tekintélyünk, hogyha bizonyos kérdésekről szó van, akkor minket keresnek. Mérések szempontjából épp a pályázat hatására alakult meg a nemzetközi
Nemzetközi Világítási Bizottságon belül egy olyan technikai bizottság, ami már szabványos szinten is definiálja, hogy hogyan kell mérni, vagy hogyan kell létrehozni olyan eszközöket, amikkel mérni lehet. Ez épp egy hazai ilyen mérési workshopnak a hatására találta ki egy görög kollégánk, hogy legyen egy ilyen. Ezekben mindenhol ott vagyunk, tehát bízunk benne, hogy tudunk majd még beszélgetni érdekes témákról a jövőben is. Mindenképpen dr. Kollát Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóinknak pedig akkor a beszélgetés summázataképpen mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy ne féljenek a sötéttől, szeressék a sötétet azért, hogy kipihentek legyenek, a késő esti órákban pedig keressük a melegebb fényeket, az még a lelkünket is megmelengeti egyébként. Az Eszterházi podcastet hallották, tartsanak velünk legközelebb is. Eszterházi podcast.